nagyon boldog vagyok, hiszen egy nagyon jó Fradit sikerült legyőznünk, nem véletlenül, veretlenül vezették a tabellát, annál jobb érzés volt most ez a győzelem. Viszont ehhez nagyon-nagyon sok munka kellett, és egyrészt szeretném ugye a játékosaimat dicsérni, hiszen a szakmai stáb ugye kitalál valamit, ők pedig megvalósítják. Ez rengeteg munka kell, és úgy gondolom ezt a munkát most ők nagyon klasszul beletették. Ennek volt az érdem ez a diadal, és külön kiemelném a szakmai stábomat a padon, akik nagyon interaktívak voltak, együtt ültek a játékkal. Sok olyan megjegyzésük volt, észrevételük, ami segítette ezt a győzelmet. Szeretném kiemelni pont ezért a Vince Richard kollégámat is, aki ugye az ellenfelek feltérképezésénél kifejezetten kiemelte ebben a helyiségben Egének, hogy a Dibusz gyakran kint áll, hogy próbálja meg átívelni fölötte a labdát, és lássuk egy-egy ilyen észrevétel, akár három pontot is jelenthet, úgyhogy gratulálok mind a stábomnak, mind pedig a játékosoknak. Az egész csapatban benne volt az, hogy tudjuk, hogy a Csabival mi történt, vagy szélkapocs csont törés volt ugye a lábába a válogatott meccsen, éppen ezért én most a csapat nevében is neki a jobbulásához kívánom ezt a győzelmet, hiszen a csapatnak ő volt a korábbi csapatkapitánya, és azt szól neki a Rolandnak, külön gratulálok, aki átvette remekül a helyét, hiszen ő mint talán egyik legidősebb akadémistánk, de először játszott bármennyire furcsa kezdőként a Puskás Akadémia felnőtt NB1-es csapatában, hiszen eddig a Videotonban vitézkedett, de elsőre is remekül állta meg a helyét, mind a játékban, mind kapitányként. Furcsa, amit mondok most, megyei első osztályban voltam akkor edző, a DVTK-ban ugye első alkalommal, amikor kitettek, fogalmazzunk így, akkor még másodedző voltam, és Arnótnak voltam a vezetőedzője, és akkor a Farkas Attila, aki korábban NB1-es játékos volt, ő ismerte ezt így fel remekül, hogy kinnál a kapus. Egyébként egy magasabb osztályú csapat ellen egy magyar kupa mérkőzésen, aki is ejtettük akkor a Sátoraljújhely csapatát egy ilyen góllal, úgyhogy nem az első volt a karrieremben, de nyilván természetesen minden gólnak örül egy edző, és minden pályafutásában fontos állomás, ugye mérföldkő, de mivel ez egy közelebbi élmény, azért most ennek jobban örülök. Mi hiába találunk ki bármit, nyilván mi szikrát adhatunk a játékosoknak, de bennük kell, hogy legyen a tűz, attól fog lángra lobbanni, és az most hál' Istennek ilyen játékosok vannak a csapatban, akik lángra tudnak robbanni, és tényleg beletették azt a minőségi munkát, mind a védekezésnél, mind a átmeneteknél, ami kellett, hiszen azért ne feledkezzünk arról el, hogy komoly kontrollehetőségeink voltak, az első fél évben akár több góllal vezethettünk volna, gondolok itt a kapufára, és nem venném el itt a Ferencváros érdemét se, aki a második fél évben felgyorsította a játékot, nagyobb nyomást helyezett ránk, ezzel éppen kicsit visszább is kényszerültünk, hátrébb, és ők is eljutottak gólhelyzetekig. Ugye kint a Kossuth Rádióban pont ezt kérdezték, hogy bajnok csapatokat legyőzzük, akkor vagyunk sikeresek. Hát mondom, akkor egyszer nekünk is bajnokságot kell nyerni, és egyszer, ha magunkat győzzük le, talán ez a recept. De tényleg, ha megnézzük, hogy a hetedik forduló után kezdett ez a kis brigád összeállni igazából, hiszen addig nagyon nagy volt a fluktuáció a játékos keretben, nagy volt a mozgás, és gyakorlatilag onnantól indult el az a fajta kohézió csapaton belül, ami úgy gondolom, hogy mind a játékrendszerben, mind a játékosok közti együttműködésben hozza azt, hogy gyakorlatilag a legerősebb ellenfeleket is képesek vagyunk legyőzni, bár ez alól kivétel volt az Újpest elleni vereség, melyből tanultunk, és hál' Istennek most egy újabb győztes meccset vívtunk meg.